Több mint 20 éve szórvány helyen élek, ahol a kisebbségben van a magyarság, és én azt láttam, hogy nagyon-nagyon sok szép dolgot lehet együtt csinálni a román, roma, más nemzetiségű testvérekkel. Meg vagyok győződve, hogy Árpád vezérnek az volt az álma, hogy itt a Kárpát-medencében, akiknek Isten azt adta, hogy itt éljünk, valahogy együtt építsük meg ezt a tündérkertet. És ő képes is volt egy asztalhoz ültetni az akkor itt élő embereket. Ez a integráló, befogadó, együtt közösen álmodó időszak ért véget Trianonnal. Tehát ugye míg Olaszországban a kis városállamok egymás ellen áskálódtak, vagy a német választófejedelemségek háborúztak, addig valamilyen béke volt Kárpát-medencében. Most én azt szeretném, és azért imádkozok, hogy hát újból merjük egymás kezét megfogni, újból higgyük azt, hogy együtt közösen szebbet, jobbat, többet tudunk építeni, mint külön-külön egymással herregve, veszekedve, civakodna. Úgyhogy én nem látok más útat, és tiszta szívvel, lelkem minden erejével erre biztatok mindenkit. A 20 év gyermekvédelmi tevékenység alatt megtapasztaltam azt, hogy Isten ugyanabból az anyagból teremt minden embert. Nincs neki külön, hogy mondjam, bilie a német, vagy a román, vagy a magyar, vagy a székely, vagy a cigány gyereknek. Ugyanúgy szeretünk játszani, kacagni, együtt imádkozni, dolgozni. És én hiszem, hogy valahogy egymás, szóval saját identitásunkat tiszteletbe tartva, egymást is tisztelve, hát ez a Kárpát-medence jövője.